If you have an opera company, me opera igazgatóként szeretem, like to have ha nagy nevek tartoznak a társulathoz. Then you have the big names. De fontosnak tartom azt is, hogy a fiatal tehetségek is lehetőséget kapjanak. Az opera világa napról napra tágul, és a nagy nevek szétszóródtak a világ híres operaházaiban. Mi is igyekszünk megszerezni őket, de mivel nem mi vagyunk az első számú operaház a világon, ezért rajtunk nagyobb a felelősség, hogy az elsők között adjunk lehetőséget a fiataloknak. Az Operalia nyertesei akár már 2-3 hónap múlva bemutatkozhatnak világhírű operaházakban. Ezek már az első elődöntő előtti percek. Az énekesek 4 áriát hoztak magukkal, ebből 2-t kell elénekelniük. Nagy formában vagyok, talán túlságosan is. Ilyenkor könnyen elszalad az emberrel a ló. Nem szabad túlságosan sokat adni, nehogy túl erőltetett legyen. A kis nüanszokra, díszítésekre is figyelni kell, hogy valami mást is mutass magadból, ne csak puszta erőt. Sok énekes mondja azt, hogy jéghideg fejjel, de tűzforró szívvel kell énekelni, egyetért? Azt hiszem, én úgy mondanám, amikor éneklünk, a fejünket a felhők fölé kell emelnünk, de közben 2 lábbal kell állnunk a földön. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Viva Hungary! E me trascina mio.